fiút a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj, kis Jézus, nézd, milyen várakozott Betlehem a lelkünk. Jöjj közénk a fűtött szobádba, a csillogó karácsonyfák alá, de jöjj a nyomort anyánkba, a papír alapú viskókba, a hideg szobákba is. Jöjj, és melegítsd azok lelkét, akik mindig hívek maradtak hozzád, de szülessél meg újra azoknak, a megfagyott szíveknek, akiket elborított az élet nyomorúsága, vagy akiknek lelkét megfojtással fenyegeti az élet dőzsülő élvezete. Kis Jézus, ezen az áldott éjszakán menj végig az egész havas hideg földön, menj a kórházakba, fogházakba, menj a gyűlölködő emberekhez, menj az elvált házastársak kihűlt családi fészkébe, menj el az árvákhoz, özvegyekhez, betegekhez. Nézd, milyen tömértek a földön a nyomorúság. Nem bírjuk ezt az életet másképp, csak a te kezedbe kapaszkodva. Mindnyájan távra nyitjuk lelkünk ajtaját, hadd tóduljon be rajta betlehemi halmunk értető levegője. Távra nyitjuk vakoskodó szemünket, hadd ragyogjon föl előtte a betlehemi csillag fénye. Leférdelünk jászolod előtt, és könyörgünk hozzád. Betlehemi kis Jézus, szeress továbbra is, és vezess a boldogság felé nagyon szenvedő, nagyon megpróbált embertestvéreidet. Amen. Ezen az egyiket éjszakán szentség kezdetén szeretettel köszöntöm a helyi televíziónak a munkatársait, a kedves üveket, mindazok, akik eljöttek, hogy együtt imádkozva, énekelve dikérjük a hatalmas Isten. Az éjszaki szentségünket, szentségünk elején vizsgáljuk a lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhetjük az Úr Szent titkait. Gyónom a mindenre.
jön megtervezni, nekünk örül, mint a tegyünk a földön. Az ő örömeit elnyerjük a mennyben, kivel a lélek uralkodik a szent lélekkel egyképpen, Isten mindörökön örökké. Mindenki elmenne maga a városnál, hogy összehívják. Völgyi a
városába, József is fölment Dávid városába, a Júdéai Betlehembe, hogy összeérjek előző feleségével Máriával, aki gyermeket vár. Amíg ott tartózott a beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét, világos szervezőt fiát fogójába csapatta, fiatokban fektette, mert nem kapta a helyet a szálláson. Környéken pártorokra nyártak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakába. Egyszer csak megállt előttük az Úr angyala, szadul vigyőzéggel megkötte őket. Nagyon megrémültek. Az angyal is szólt hozzá egy kényegyeket. Íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltozók az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel. Kisdedet találtok, pólyában csapartva, fiátok a fekete. Az angyal hirtelen nagy mennyénysére vettek örül, Isten dicsőítve tetszették. Dicsőség a magassággal Istennek, békesség a földön, hogy jó akarat az embereknek. Ez egy az evangélium igény. Csodálatos napra ébredtünk. Négy héttel ezelőtt kezdődött az advent, és attól kezdve napról napra. Egyre jobban vettük észre, hogy valamire készül az ember. Ünnepre. Mégpedig az ünnepek közül egy születésnapra. Annak idején, amikor az iskolában jártam még itt oktatni, nagyon érdekes volt az orvosok, de különösképpen az újság mondják azt, hogy Primán bácsi, nekem lesz a születő a szüli napom, aztán el is megvalóan meg, az is megvalóan az osztálytársak között. Mondja az első és második és harmadik gyerek. Milyen érdekes, születésnap. Idehaza nem szoktuk, de nyugaton már a születésnap az érdekes. De most a mai nap az egészen más. Az Isten csodálatos módon megnyilvánul a Földön a mai szentséges éjszakában. Egész évben soha nem mondjuk azt, hogy szent este, szentséges éjszaka. De most, a mai éjszakán ezt hangzik el a médiák által. Ez hangzik, amit hallunk, amit sugározzák a híreket, szinte a világnak nagy részén ezzel a születésnapra készülnek. Íme elérkezett. Valójában ki ez, akinek a születésnapjára emlékezünk? Nem más, mint Jézus Krisztus. Hát ki az a Jézus Krisztus? Nekünk most már könnyű a 21. században lévő embernek is megfogalmazták előttünk már Isten egyszerűsége, második isteni személyek életünk embernére. De Isten, isteni. Ha visszamegyünk a múltba, az első embernek történetében, az Isten szempontjából az ember óriási, az ő gyermeke, hallhatat a lélekkel bíró személy, és innen most valami történik, ez az ember megfeledkezik arról, hogy Isten gyermeke, és olyan tesz, ami az Isten, mondjuk így, elszabadítja. Magyarul bűnkövet el az ember. A bűnért ütetítja. És íme az Isten a maga irgalmasságával és szeretetével a büntetés után valamit tesz ígéretet. És ez az ígéret nem azonnal így vezetek múlva teljesítésével. Gondoskodik arról, hogy egy nép lesz az, aki eszköze lesz az Istennek.
választotték. Utána pedig, amikor elérkezik az idő gerjessége, Isten elküldi egyszülött fiát, aki édesfiát született. Íme, az Istennek a segítség csodálatos, az Isteni beavatkozás. Kérjük még olyan valakinek, aki bűn nélkül születik, fogadatásra tette, ment a szeretetek bűntől. Mi már tudjuk azt, hogy ő a szeretetlen fogadatás. Ő lesz a Mesiásnak, a megváltónak, Jézus Krisztusnak az édesanyja. És ő miben nagy? Abban, hogy igen tud mondani az Úr angyalának a köszöntésére, illetve szavaira. És még valami más is történik. Információt kap az ő idős rokonáról, testvérekről. Ő is áldott állapotba van. És most jön az engedelmesség. A hatalommal szemben, császári parancs összeírás Betlehemben, el kell menjünk. És így először még elmennek Erzsébethez, Erzsébet pedig nagyon érdekes kijelentés lesz. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a személyeknek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uramnak Istennek adja, hogy Jézusnak? Boldog vagy Mária, mert hittél. Mit mondunk? Mert hittél. Hit. A hit óriási érték tud lenni az ember számára. Körülbelül könnyen értjük, hiszem azt, hogy ez el vagy az, el fog készülni. Hiszem azt, hogy időre és úgy ijegyeznek felfedezések és egyebek, amiket megvalósítanak. Ami előre viszi a kultúrát, érthető. Földi értelemben megy a hit, de van egy másik fajta hit is. És ez az, ami csodálatos módon megtaláló a mai estében. Boldog vagy Mária, mert hittél. És íme Mária és József elindulnak. Eléget tesznek a császári parancsnak, és Betlehembe érkeztek. Egy hetes út, kb. 100 kilométer. Az akkori szokások szerint nem volt könnyű. És nincs szállás. De van egy jó szándékú ember, itt a városon kívül van egy elmennek oda. Minél végbe Mária, Józsefbe, ezzel kapcsolatban is. És íme megszületik ezen a szentséges hétfőn. És az építése tulajdonképpen, ugye hagyomány szerint Jézus éjjel született. És ezért van az építő mise. Ezért van a Szenteste. Szeretett testvéreim, ez a Jézus aztán nő, növekszik. Korban és bölcsességben Isten is az emberek előtt. Élete, nyilvános működése, 30-33 éves koráig, amelyet mindenki jó tett, tanított, betegeket gyógyított. Csak rendkívül jeleket tett, amit nevezünk, hogy oda. És a végén Jézus tanítás által valamire fölhívja a figyelmet, hogy nincs itt maradandó városunk, ami igazából Isten országa. És ennek következtében, hogy ezt az Isten országát vagy elérte ember, ezért kell a főparancsolatra rájelentett figyelmet, ami Jézus ajtáról hangzik el. Szeretni Isten, ki szereti ember testvéreinket. Hányszor elmondott ezt? Hányszor? Csúfos gazdba süllyed az ember ezen a területen.
Íme jön Jézus, ugyanúgy, mint az ember, szenvedi és meghal. Halál után pedig dicsőségesen feltámad, legyőzi a bűnrúgját, a halált, és utána megmondatunk keresztül bemutatni ezt az isteni, megdicsőült feltámad testet. Vagy utána elmegy haza az Isten országába. Akárhogyan nézzük is az eseményeket, hit. A természet szerinti hitre igen szükség van az embernek. Ma, amikor a hitnek a hiánya, ismeretnek a hiánya, a nem ismertség következtében is, és a rossz indulat következtében is, a szabadság és a szabadosság következtében megfogyatkozik az emberben, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nyugodtan, mint a trónfosztás lenne. Megszűnik a karácsonyba egyes helyet. Iskolában leveszik a keresztet, mert minek a muszlimok, muszlim testvéreinket, de hogy megsértjük, és sorolhatod tovább. Íme most a mi időnkben igen nagy szükség van valamire, és ez a valami nem más, mint a hit, hogy újra tudjunk hinni, előttünk el, hogy álljon a húsvét utáni eseményekből, az a bizonyos Tamás apostol, amikor az apostolok kocsába jelentek, hogy Jézus megjelent ám, és ő nem hiszen, és akkor megjelentek mindenkit. Én Isten, nem így hitetlen, hanem hívő. Nem tudom már mondani, én Uram, én Istenem. És elmondték Jézus szava, a feltámadt Krisztus szava. Boldog vagy Tamás, mert látszak én, de boldogabb az, aki nem lát, és mégis hisz. Igen, boldogság, akiben van hit. A mai esély, ha belenézünk életünkbe, bizony vannak esetek, életkörülmények, ahol a hit megjelölt, megfogyatkozott. De újra is rádöbbenni, hogy valóban az én szám, a mi számunkra is megszületett ez a Krisztus. Valóban Isten fia ez a Krisztus, mint második isteni személy, aki emberi testre öltött. Az Isten ígérete valóban bennünk beteljesedett a mi időben, ezért újra és újra próbáljuk meg ráéleszni arra, hogy mi életünkben ne legyen hit fogyatkozás, hanem tudjon elősödni az a hit, mivel mi által imádság, önmegtagadás, lebontás, jó cselekedet, ó, de egyszerű dolgokra hallanak, mennyi értékes képviselnek. Segíts Uram és adj erőt, hogy a zsenében, magyar népen, Balatonszentgyörés környékén lévő népen, és szóval az ember erőssé tudjon válni újra a hit területén. Segíts Uram, és adj erőt, hogy az ember ezek életben írődjék, szavukban és cselekedeteink keresztül, hogy a hit, ami annak idején gyökeret lett bennünk, az tudja munkáját, vagy gyümölcsét tudja meghozni. Emberebe ember, Krisztusébe ember tudja lenni, képviselője tudja lenni az Isten ügyének. 2015 szentsége éjszaka üli nap születésnap, Krisztus születése. Segíts Uram, hogy ne csak az emlékezés nyilvánuljon meg az életünkben, Krisztus születésével kapcsolatban, hanem tanítása is,
hogy ennek a hitnek a segítségével úgy tudjak élni, napi áramosra gyakorlatilag, életem gyomorát a szempontjából, hogy így az a Jézus, aki hadament, feltámad Krisztus. Hadament, tudja örülni annak, hogy amit mondott, mivel mindenben bűséges voltál, jöjj meg az örömébe. Ő mondta itt a Földön még, hogy valóban mi életünkben is egy bekövetkezik. Tudjuk hazatalálni, mert ott is várja minket valaki. Csodálatos az éjszaka, csodálatos a karácsony ünnepe, a születés nap, hogy Isten, hogy a hit újra nem megszülessék, hanem elinduljon a fejlődésnek, és a hit által szóban is cselekedetben, emberségünkben erősebben tudjuk lenni, önmagunk megszenteltsége, családaink megszentelése, közösségeink megszentelése, hazánk megszentelése területén. Építő jelleggel tudjuk dolgozni, és munkánknak legyen eredménye. Ehhez kell természetről kihit az Isten kegyelme. Uram, növeld bennünk ezt a hitet, mai ünnep segítségével is. Amen.
Istenünk, Jézus Krisztus, élő Istenünk, fogad figyelte be mindenki áldozatunkat, hogy az itt megvalósult titokokkal által elkezdtünk üdvözlő időnk dicsőségére, akiben emberként már egyesült az Istenséggel. Élő Uram, hogy mindörök, örökké. Az Úr legyen veletek.
érvekünk így imádkozni. Yeah.
kegyelmele. Hozzá méltó életünkkel és győségével ezt részben tudjuk. Él és uralkodik mindörökre, örökké. Szeretett szíveim, ahogy a programban benn van, most a szentés végén meghallgatjuk, vagy részt a hollandi betlehetőnek a játékát, nem olyan hoztunk, és utána majd hirdetek azt, ami máma illi állandani. Hallod-e bajtást? Szól az anyja! Lúria! Hallod-e bajtást? Szól az anyja!
hogy jövőre még egyszer ennyi gyermek születik a falunk. Hát te tőled apám mit álmodott? Hát édes fiaim, nagyon szépeket álmodtatok, de én azt álmodtam, hogy megszületett a betlehemi kis Jézusban. No de most már kelljünk el, mert ellopták a legszebb jókat, amiből kijött volna 30 hallérára, hát hagyjuk, és 100 méter más a gyapja is Thank you.
bűnséget születésével velük lesz a szent éjszakát. Üzenlapot születik a bűnök és képét, ragyogóval születik az egész világosságával. Amen. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdet Krisztus Jézus születésének a jövőkéné, a pátoroknak töltne be lelkéteket örömében, tegyen titeket evangéliumán a hirdetévé. Ő, aki fiának megtettet még fel, hogy kivégített egymásra a mennyezés a földet, áradtanak benneteket az égesség és jókorot ajándékával, fogadjunk a mennyek egyháltára a tagjai sorába. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szerintem véget érnénk békében. Kedvesek kéreim, engedjék meg, hogy most egy pár szó szóljak, hálásúgás köszönetet mondok. Mindazoknak, akik a mai estén, illetve az adventről kezdve részt vettünk ebben a csodálatos szent időszakban. Amikor az oltártól kell az embernek karácsonykor mondani a jó kívánságokat, Istentől sok kegyelmet kívánok. Elsősorban most a munkatársaimnak, kántorunknak, az énekeseinknek, akik ilyen szépé tették a mai, úgy gondolom én is. Aztán a seteségeket, mindenki, aki a legkisebbről, a legtöbbet tette. Hálát tudom mondom, köszönetek. A pásztoroknak, a hollandi csapatnak, vezetőinknek, nevét érte, ők ajánlották föl tehát, hogy előadhatják és hogy mi az volt. Úgyhogy már nem tudom mondani, csak köszönet, köszönet, köszönet. Most pedig, amikor Istentől kegyelmet kívánok, mindazoknak, akik nem csak itt vagyunk, hanem rajtatok keresztül, szeretteiteknek, önkormányzatnak, a fiataloknak, a családoknak, a betegeknek, az egészségeseknek, és jól az élő közösségben, akik bent élünk a közösségben, a jó Istentől sok kegyelmet és erőt kívánok. Adjon, amikor azt mondjuk, hogy szentséges éjszakad, békés és áldott karácsony. Én nem most a békére helyezem, inkább az isteni kegyelemre helyezem a kegyelem. Ma meg kell magyarázni, hogy mi is az legtöbbetemben, pláne fiataloknál. Isten ajándéka. Ezt az Isten ajándéka kérdés, ne féljünk tőle. Ajándéka örül a gyermek, örül a szülőknek, de az Isten is örömmel adja az ő segítségét. Most, amikor december 8-ával megkérdezte Szentséges Atyám Ferenc pápa a isteni irgalmasság évét, akkor Isten irgalmasságot gyakorol. Irgalmasságot? És mi gyakorolunk irgalmasságot szeretteinkkel? Ez lenne, hogy az isteni kegyelem, karácsony ünnepe, az a mélységes, szentséges éjszaka és az üzenet, hogy gyermek született, Isten gyermeke, Jézus Krisztus, próbáljuk odafigyelni, ahogy mondta annak idején a predikációban, a hit. Növekedjék a hitben, próbáljuk nézni, áldozatot hozni, és akkor hiszem azt, hogy szem lesz a mi életünk. Akik majd nézik, akik nem voltak ide, de majd hát nézhetik a tévén keresztül ezt a szentmisét, mert meg is nézik több alkalommal is. Őnek is minden jót kívánok innen, az éjszakának a, most már szentségek éjszakának szentmise utáni időpontban. Hirdetem a következőket. Ma a 25-e van, ugye? 25-én, hát igen, 10 óra, holnap Szent István napja, szintén, és vasárnap pedig Szent Család vasárnapja. Dicsérjük az Istent jelenlétünkkel, imádságunkkal, és bízva bízunk abba, hogy a nagy kihívás, ami előtt áll, Európa és Magyarország,
meg tudjon felelni hívásra, és tudja a feladatot teljesíteni, amit az Úristen látható ezenének keresztül. Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítségét, a Jó Isten látható.